az LKR 540-267X típus jelzésű Electrolux elektromos tűzhely, 50 cm széles, 60 cm a mélysége és 85 cm a készülék magassága. Energiaosztályba sorolását tekintve a készülék A kategóriás és 57 literes a sütő hasznos űrtartalma. 4 darab önálló főzőfelületet látunk a készüléken, melynek a vezérlése a homloklapon kapott helyet. A két baloldalsó főzőfelületnél a két baloldalsó teljesítményszabályzóval tudunk hőfokot állítani, a két jobboldalsóval pedig megint csak a két jobboldalon elhelyezkedő forgókapcsolóval állíthatjuk be. A teljesítményszabályozás az gyakorlatilag 0 és 9 fokozat között állítható, illetve az 1-es fokozat alatt van még egy melegen tartó teljesítményi szint is. A készüléken maradékhő kijelzés kapott helyet, tehát amelyik főzőfelületet használtuk, kikapcsoltuk, de még veszélyesen meleg, addig egy pici LED világításával a készülék jelezni fogja itt a középső részen. Ha megnézzük a készülék sütő részét, ugye a digitális óra jobb oldalán a sütőfunkciók kiválasztására szolgáló forgókapcsolót találjuk. Funkciói között megtalálható a kiolvasztás Mireli tárúhoz, pizzasütési funkció, a nagy teljesítményű átsütésre szolgáló grill, vagy ugyanez forgónyással kombinálva, nedves hőlégkeverés, hőlégbefúvás, hőlégkeverés, külön kapcsolható alsó sütés, alsó-felső sütés együtt, illetve egy önállóan működő sütőtér világítás. Bármely sütőfunkciót, ha kiválasztjuk, az óra bal oldalán található forgókapcsolóval tudunk hozzáállítani, használni kívánt hőmérsékleti fokozatot. Ugye maximum 250 Celsius fok az a sütési hőmérséklet, amin ételt tudunk készíteni benne. Középpen a digitális órának a segítségével, ha szeretnénk, tudjuk a sütő működését időzíteni, tehát gyakorlatban azt tudjuk beállítani, hogy miután elindítottuk magát a sütést, akkor az hány percig működjön, és az idő lejárt, akkor ebben az esetben le is kapcsolja a készülék a sütőt. Ha megnézzük a belsejét, alapfelszereltségként egy sütőrácsot, 2 darab tepsit kapunk, illetve ugye ez a saslik sütő vagy barbecue rack sütő, az, ami még helyet kapott benne. Itt gyakorlatilag 5 kis nyás helyezkedik el egymás mellett, és amikor ezt behelyezzük, arra kell figyelni, hogy ha szemből nézzük, akkor a jobb oldalsó nyás az egyedüli hosszabb, mert ez benyúlik a készülék hátsó falburkolatába, és ott helyezkedik el maga a villanymotor, ami ugye megpörgeti gyakorlatilag. Ez a hátsó szerkezet pedig ugye átvezeti a forgást a többi saslik nyásra is. Értelemszerűen a tepsit ki tudjuk alulra húzni, tehát önálló tepsiként is tudjuk használni, viszont hogyha a saslik sütőt használjuk, akkor a ételből kicsöpögő nedvesség, zsiradék az ebbe a tepsibe gyűlik össze. A készülék ajtaja két rétegű üvegezéssel van ellátva, viszont az ajtót azt szét tudjuk szedni, és ezáltal minden üveglaphoz könnyen hozzáférünk, mindkét oldalát egyszerűen tudjuk ebbe az esetbe tisztítani. A sütőtér alatt kapott helyet még egy edénytároló fiók, az aktuálisan nem használt tepsiket, edényeket praktikusan tudjuk benne tárolni. Electrolux elektromos sütő, 4 főzőfelülettel, hőlégkeverési funkcióval, saslik sütő forgónyással, illetve edénytároló fiókkal.